Szép estét kívánok, köszöntöm agrárturisztikai magazinunk nézőit. Vendégem Eszegő Krisztina, Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Szervusz! Szervusz! Az előttünk álló feladatokról szeretnénk téged kérdezni, mégpedig azért, mert hogy kitavaszodott verőfényes napsütés, és hát ezzel együtt a turisztikai szezon is beindult, bár Székesfehérvár abban a szerencsés helyzetben van, hogy soha nincs is vége, ugye? Így van, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nálunk a klasszikus főszezon az nem csak a nyári szezon, sőt az elmúlt években sokkal inkább a tavaszi, őszi, akár téli kulturális célú városlátogatásoknak kedvező időszak volt. Most néztük éppen a statisztikákat, amit eddig láthatunk az év elejéről. A január-februárunk az lényegesen magasabb látogató és vendégészaka számokat mutat a megelőző időszaknál. Tehát azt látjuk, hogy az évek óta tartó növekedés az nem csak szezonális növekedést jelent, hanem az év egészét illetően minden hónapra vonatkozóan és minden évszakra vonatkozóan nőnek a látogatószámok és a vendégszámok. Tehát a tele élettel nagyon is igaz. Ugye számtalanszor beszéltünk már arról, hogy Székesfehérvár bizonyos értelemben szerencsés helyen fekszik, hiszen Balaton, Budapest, Velencei tó háromszög és a kellős közepén mi vagyunk ennek a világnak, és ez nagyon jó dolog természetesen. Ugyanakkor mi mindent kell tenni azért, hogy ez a fokozott érdeklődés megmaradjon? Gondolom, hogy itt játékosan beszéltünk a fesztiválokról, hogy minden fesztivál vége egy következő kezdete. Ez így van a turisztikai szezonokkal is, gondolom. Így van, mi folyamatosan figyeljük a látogatókat, gyűjtjük az adatokat, figyeljük a küldőterületeket, belföldi és külföldi küldő országokat, és igyekszünk úgy megtervezni mindig az előttünk álló időszakot, az előttünk álló évet vagy szezont, hogy fókuszáljunk azokra a területekre, vagy azokra a csoportokra, akik leginkább jönnek hozzánk, illetve próbáljunk mindig újabb és újabb látogatókat ide vonzani. Egyrészt ugye kell egy tudatos marketing tevékenység, egy állandó jelenlét, leginkább ugye nyilván most már az online vagy virtuális térben ott kell lenni Fehérvárnak, vonzó módon kell ott lenni, megtalálhatónak kell lenni. De ennél sokkal fontosabb, én azt gondolom, hogy ami elindult itt 2013-ban egy nyitás, egy érdeklődés Fehérvár irányába, ez gyűrűződik tovább, hiszen tudjuk jól, hogy minden egyes látogató, aki pozitív élményekkel megy el városunkból, ezeket az élményeket megosztja az ismerőseivel. Tehát a szájreklám nagyon erős ebben a vonatkozásban is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a folyamatos növekedés és érdeklődés Fehérvár iránt, ez nagyrészt annak is köszönhető, hogy pozitív benyomásokat szereznek, akik ide jönnek. Minden vizsgálatunk, kutatásunk és mérés azt mutatja, hogy gyakorlatilag 1-2% hiány a látogatóink nagyon elégedettek, ajánlanák másoknak is, és visszajönnének szívesen ők maguk is. Ugyanakkor nem elég a szinten tartás, tudjuk ezt jól, hiszen újabb és újabb ötletek kellenek. Most nyilvánvalóan a vendégészakák száma is ettől függ azért. Mi mindent lehet tenni ezért? Gondolok itt elsősorban, hogy a mostanában az idegenforgalom egyik záloga, legalábbis a belváros megismertetése. Ez működik remekül. Viszont emellé azért ezt ki is lehet tágítani, és ti megteszitek. Így van, azt tudjuk, hogy Székesfehérvár turisztikai kínálata a belvárosra, történelmi belvárosra, történelemre, kultúrára koncentrálódik, de hogyha az a célunk, hogy minél több vonzerőt vonultassunk fel, minél hosszabb időre hívjunk ide látogatókat, akkor ez bizony ki kell egészíteni másfajta élményekkel és látnivalókkal is, akár a városon belül is természetesen,
művészeti adottságaink megmutatásával, vagy a város határon is túllépve betagozni a környék nevezetességeit, vonzerőit, és ezzel még hosszabb tartózkodásra bírni a látogatókat. Ezt tavaly már olyannyira elindítottuk. Azon kívül egyébként, hogy működik egy jó ajánlórendszer a környék turisztikai szervezetei között, de tavaly már konkrét csomagokban is megjelent ez a fajta összefogás, úgyhogy tavaly nyáron a garantált programjainkat kiegészítettük már félnapos buszos kirándulásokkal is, amelyeket a környékre indítottunk. Tavaly volt a teszt év, megfigyeltük, hogy mekkora érdeklődés van, mennyire működik ez a dolog, és hát olyannyira pozitív volt ez a tesztelési időszak, hogy idén nyárra szintén tervezünk buszos kirándulásokat, és talán még nagy titkot nem árulok el, ugye tavaly Gorzium és Fehérvár Csurgó volt az irány, idén más irányt veszünk, de nem mindig ugyanaz az útvonal lesz, vélhetően megyünk a Velencei tóhoz, de leghamarabb küszöbön álló buszos kirándulásunk Pünkösd hétvégén, ugye a hosszú hétvégékre is kell nekünk gondolnunk, ez például Móra és Bodajkra fog indulni. Hosszú hétvégéből pedig szerencsére így van sok. Tehát ilyen az, amikor a mennyiség és a minőség kézen fogva jár. Én Septiben itt a műsor előtt kigyűjtöttem júniusig, tehát májustól ingyenidő májusi potomság, csillagerővel nyílnak a rózsák, májusban rengeteg nagyszerű program van, tehát, de már is itt van előttünk a Florália tavasz köszöntő, ugye ez még április, aztán lesz sportmajális, bolondballagás, mondjuk ez speciális dolog, kortárs művészeti fesztivál, emlékhelyek napja, no, az emlékhelyek napja, ez már egy újdonság, május 12-én. Azt hiszem, hogy ez fontos, mert amikor arról beszélünk, hogy Székesfehérvár a királyok városa, a fesztiválok városa is lehet, de az emlékhelyeket azért nem feledhetjük. Tehát ez egy új dolog. Így van. Nagyon jó dolog nekünk, kifejezetten fontos az, hogy a nemzeti emlékhelyre nagyobb figyelem esik, nem csak ezen a napon, hanem én azt gondolom, hogy folyamatosan. Tavaly óta ugye már az osztálykirándulók számára például ingyenes a vonatút azokra a helyekre, ahol nemzeti emlékhelyet is meglátogatnak, tehát több összetevője is van annak, hogy a nemzeti emlékhelyekre nagyobb fókusz esik, itt is ugye több a látogató. Tavaly évben elkezdődött fejlesztés nyomán, én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan apró látvány elemmel egészült ki a nemzeti emlékhely, a koronázó bazilika romkertjének a területe is, amitől sokkal többet ad tartalmában, látványában. Gondolok itt a kivilágított feliratokra, vagy a megújult kiállításra, úgyhogy a fényfestésekre, az esti fényfestésekre, ezek a fejlesztések tovább folytatódnak. A lehető legtöbb módon szeretnénk bemutatni ezt az emlékhelyet, az egykori koronázó templomot. Nyilván a múzeum, a Szent István Király Múzeum rengeteget dolgozik ezen, és tesz ezért, és fejleszt, de mi a magunk részéről is, a turisztikai oldalról is igyekszünk hozzájárulni, hiszen például az idei egyik projektünk kapcsán egy bronz makett fog kikerülni a Nemzeti Emlékhely mellé, amelyen akadálymentesítve látássérültek is meg tudják nézni, ki tudják majd tapintani, hogy milyen is volt ez az egykori koronázó bazilika. Egyébként azt én magam is tapasztaltam, kollégáid, az idegenvezetők, amikor hozták a csapatokat a Turinform felől a Nemzeti Emlékhelyre, nagyon sokan voltak estéről estére. No, pünkösdi virágállom, ugye beszélgettünk a hosszú hétvégékről, hát a pünkösdi hosszú hétvégén is azért egy idegennek, aki ellátogat hozzánk, jó körülnézni, amikor tele a város gyönyörűséges kompozíciókkal. Így van, nagyon-nagyon szeretik ezt az időszakot egyébként a látogatók is. Én amennyire tudom, sokan vannak, akik Budapestről nagyon szívesen és évről évre kirándulnak ilyenkor Fehérvárra. Tényleg a legszebb arcát mutatja a város ilyenkor, főként, hogyha szerencsénk van és jó idő is van hozzá, ami az elmúlt egy-két évben nem mindig jött be, de akkor idén úgy legyen.
Úgyhogy nekünk gondolni kell arra is, hogy a kiemelt időszakokon, a hosszú hétvégéken több látogató érkezik a városba, többen töltenek itt akár több napot is, úgyhogy ezért tudatosan ezekre az időszakokra dolgozunk rá mindig, bár való igaz, hogy a város programnaptára rendkívül színes és rendkívül tartalmas, attól függetlenül a kiemelt időszakokban a garantált turisztikai programokkal mi ki tudjuk szolgálni azt az igényt is, hogy aki idejön, besétál a városba, annál egy picikét többet tudjon meg rólunk, mint hogy megállapítja, hogy jaj, de szép a belváros. Igenis az éppen induló garantált programon vegyen részt, ismerje meg egy kicsit a történelmünket is, tudja meg, hogy egyébként mi mindent lenne érdemes még megnéznie. Én azt gondolom, hogy egyébként a csoportjaink jelentős része is mindenki úgy megy el ilyenkor, hogy ó, hát azért vissza kell jönni, mert nagyon sok mindent nem láttunk még. Így van. Egy dologról még májusban kell, hogy szó essék, a Hetetéti Játékfesztivál. Valamikor tegnap vagy tegnap előtt este láttam Mindenki Akadémiájában Nagy Verát. Egy remek előadás. Én azt hiszem, hogy büszkék lehetünk a Moskovszky gyűjteményre és a hozzá kapcsolódó programokra. Mert itt nem csak a felnőttek játszanak egy ilyen játékfesztiválon, hanem a nagymamák és a szülők is. Így van, hát attól ilyen fantasztikusan különleges és más ez a játékfesztivál, mint a legtöbb gyerekeknek szóló nagy rendezvény, hogy igen, ez a Hetet-Hét Játékmúzeumra, annak az értékeire, annak a szellemiségére épül, és többek között ugye olyan szakemberek, mint Nagy Veronika határozzák meg azokat az irányvonalakat, amely mentén szerveződik ez a nagy rendezvény. Nagyon fontos, hogy értékrendet is képvisel, és bizony hitet tett a rendezvény, és a szervezők is kezdettől fogva a minőségi programok mellett. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy tényleg az egész család számára élvezhető mesefolyamba kerülnek bele a gyerekek, és fantasztikus hangulata van ennek a rendezvénynek is. És hát az is nagyon fontos, igen, hogy a családokat, a gyerekeket is meg tudjuk szólítani, és van olyan kínálatunk. Egyébként a rengeteg kulturális és sport rendezvény mellett is, ami kifejezetten a családokat szólítja meg. Krisztina, köszönöm szépen. A májusig jutottunk, de ugye a műsor szerkezet változásairól is szeretném tájékoztatni a nézőinket. Igen, most már kiemelten foglalkozunk a turisztikával, méghozzá rendszeresen, ezt ígérhetem önöknek, úgyhogy én bízom benne, hogy fogunk találkozni a közeljövőben is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket, és akkor hajrá, kedves látogatók, székesfehérváriak is, rengeteg fesztivál, rengeteg program várja önöket. De hogy mi volt az elmúlt héten, arról pedig most fogunk beszámolni. Először volt egy nemzetközi ásványbőrze és ékszerkiállítás a Vogban, immáron hagyományos módon. Következzék erről egy film. Ásványok minden formában és mennyiségben. Ezt kínálja látogatóinak a jubileumi 30. Albarégia nemzetközi ásványbőrze és ékszervásár. Az idei év ásványa a fluorit, ennek különböző országok beli megjelenéseit is bemutatja a rendezvény, de ezen kívül is több százféle ásvány várja az érdeklődőket. Tulajdonképpen nincs különös kedvencem az ásványok közül. Mindegyiknek megvan a saját szépsége. Volt szerencsém olyan ásványgyűjtők lakásában megnézni a saját kiállításukat, amin keresztül mindenki akár akarja, akár nem bele fog szeretni az ásványok világába. Én magam egy éve fotózom csak ásványokat, mert természetfotós vagyok alapjába véve, és természetesen nem hagyhattam ki ezt a kiállítást, amit Kovács Pali barátom szervezésében mindenkinek csak ajánlani tudok. A Mátra Szent Imréről érkezett gyűjtőit éppen egy medált készít a csiszológéppel, természetes előfordulási formájuk mellett csiszolva, ékszerként, ajándék vagy dísztárgyként is megtalálhatóak, illetve megvásárolhatóak a gyakoribb vagy éppen ritka ásványok. Nagyjából 10 éve foglalkozom ásványokkal, akkor kezdtem el gyűjteni őket, aztán ez a gyűjtőszenvedély egy kicsit
hogy mondjam, kinőtte magát, és egy kiállítás lett belőlem Mátra Szent Imrén, egy ásványkiállítás, ahol egy csiszoló műhelyünk is van. Annak egy pár gépét hoztam el ide a bőrszére, ahol, és akkor így a saját készítésű ékszerek mellett, tehát ezeket ezen a gépen itt a műhelyben készítem, ki is lehet próbálni mondjuk a egységcsiszolat elkészítését a bőrszér résztvevőknek. Mire kell figyelni az ásványok csiszolásánál? Mi az, ami esetleg önnek kedvenc anyaga van, vagy amit a legtöbbször használnak akár ékszerek készítéséhez is? Ugye vannak olyan ásványok, amik nagyon puhák, könnyen törnek, ők jellemzően alkalmatlanok készítésre, vagy nagyon odafigyelve, többszörű próbálkozás után lehet belőlük csiszolni olyan ékszert, ami egy tényleg mutatós darab, ilyen például, amit ilyen kísérletképpen próbáltam, a sivatagi rózsa, amiből egy nagyon szép ékszer, mutatós ékszer lesz, csak nagyon macerás megcsiszolni. A legjobban az ilyen keményebb kvarcok, kalcedonok készíthetők el ékszernek, vagy annál keményebb ásványok, meg talán puhább opálok. De hát mindig van egy töréspróba, mondjuk mielőtt az embernek kell csiszolni, hogyha a kézzel el tudja törni magát azt a szelet ásványt, amit vágott, akkor az abból nem lesz medál, mert az a csiszolás közben el fog törni. Volt már olyan gyermek, aki ezt ma kipróbálta, és milyen élményeket tapasztalt ön? Igen, volt már ilyen, volt már, aki kipróbálta, nagyon ügyesen. Kicsit még kellett az elején segíteni neki, hogy kell tartania pontosan az ásványt, meg hogy kell húzogatni a gépen, hogy szépen megcsiszolódjon, de sikeres volt a próba vége, úgyhogy el is vitte haza a saját maga által megcsiszolt ásványt. Még a nevét elárulja. Urbán Zoltán vagyok. Urbán Zoltán, köszönjük szépen. A női látogatók elsősorban az ékszereket keresték, szépségük miatt az egyes ásványoknak tulajdonított gyógyító hatásuk miatt is. Nagyon szépek, és gyógyító hatást is tulajdonítanak neki. Épp az előbb találtunk egy olyan ékszert, ami jó pár évvel ezelőtt nem voltak még ezek az ásványok ennyire fölkapottak, és találtunk olyat, amit még édesanyámnak is voltak, és most újra felfedeztük, hogy újra készítettük ezeket a gyöngyöket, karkötőket, és így egy picit még nosztalgikus is. Nagyon szép és nagyon jó időtöltés kijönni ilyenkor a vásárra. Sok család érkezett szombaton az ásványbőrzére, Lombosi Tibor unokáit hozta el a programra. Nekem az a tetszik, amelyik még nincsen kifaragva, hanem a rendes állapotában van. Máté emellett a mágneses golyókat is nagyon szereti, testvérét pedig az ékszerek, az ametisztek és a kvarcok érdekelték. Már rengeteget látom, amit szívesen megvennénk, és az anyukámnak is válogattam anyák napjára, hogy megjegyezni, hogy melyiket venném meg neki. A gyerekek különösen a színes ásványokat kedvelik. Nagyon sokféle olyan ásvány van, amit itt szeretnénk, ha nekünk is lenne, de hát itt azért óriási a választék, mindent lehet. Még nagyon szeretem a mágneses golyókat, meg még nagyon szeretem az olyan dolgokat, amik ilyen nagyon régiek. A gyermekek kipróbálhatták az aranymosást, gipszformákat festhettek. A házigazda székesfehérvári ásványgyűjtő baráti köre gyűjteménye és fotói mellett az ország számos pontjáról érkezett gyűjtők is hoztak magán, vagy éppen a közönség számára is nyitott ásványgyűjteményekből ízelítőt. Az immár hagyományos bőrzére szombaton sokan ellátogattak. A rendezvény vasárnap 9 órától folytatódik a Videoton oktatási központban. És ha már ez az időszak, a ékszervásár és az ásványbőrze után ugye nagyszerű volt Toros és Pálinka Fesztivál az Alba Pláza előtti téren, ez is egy hagyományos történet. Nézzük meg, hogy miként gondolkodtak erről, hogy érezték magukat a látogatók. 40-től a 70 fokosig szinte minden ízben és mennyiségben kóstolhattak és vásárolhattak pálinkát a látogatók a Toros Pálinka Fesztiválon. A pálinka készítők és árusok igazi különlegességekkel is készültek az érdeklődő vásárlóknak. Lehetett például erdei sompálinkát vagy fekete cseresznye pálinkát is kóstolni. A különleges ízek egyre közkedveltebbek az árusok szerint. Összesen 12 féle pálinkát hoztam, Szabolcs megyéből jöttem Nyíregyházáról, és ezek saját készítésű házi pálinkák.
mind én csinálom, én cefrézem, tehát mindegyiknek megvan a maga titka. Egy birsalma pálinkát, vagy egy birsalmát becefrézni nem ugyanaz, mint hogyha egy szilvát cefrézik be az ember, van, amit csonthéjasoknál kimagozunk, nem magozunk, tehát mindegyik pálinkának megvan a maga titka. Én már több éve, vagy már mondhatom, hogy több évtizedre foglalkozom pálinka készítéssel, de így üzletszerűen csak néhány éve járok így fesztiválokra. És a tapasztalatok alapján mik azok, amiket a vendégek vagy a vásárlók legjobban szoktak szeretni, vagy ez teljesen eltérő attól függően, hogy ki milyen ízeket szeret? Hát igen, érdekes. Tehát vannak olyan fesztiválok, ahol mondjuk a barackot nagyon kedvelik, de például a szilva az mindig közkedvel. Tehát a szilva olyan nagy kedvenc mindenhol, de a különleges ízeket is néha-néha megkóstolják. Például nálam lehet kapni erdei sompálinkát, ami most ilyen különleges, és itt most Fehérváron eléggé szeretik. De múltkor Szegeden mindenki a fekete cseresznye pálinkát itta, mintha ingyen adtam volna. A 40-50 fokos pálinkák is egyre népszerűbbek a fogyasztók körében, hiszen a pálinka ízét is jobban kiadják, illetve minőségibbek is, mint az erősebb társaik. Van, aki a szatmári szilva pálinkára esküszik. Szeretjük a szatmári szilvát. És csak ezt kóstoltál? Én sok mindent megkóstoltunk, de ez főleg ez. Meg hát érdekelnek ezek a fesztiválok. A jó hangulat persze elengedhetetlen része a pálinka kóstolásnak, és az sem árt, ha előtte más italokat, például bor különlegességeket is kipróbálunk. Soroljam fel a borokat, olasz Riesling, Chardonnay, akkor tovább mondjam, balatoni, Jupark. Nem csak a pálinkáknak volt nagy sikere. A hirtelen jött melegben sok látogató hideg üdítőkkel vagy fröccsökkel oltotta a szomját. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!